A tüskecsarnokban folyamatosan zajlik egy nemzetközi torna, ami teljes egyértelműséggel arról szól, hogy kik kerülnek majd be Csermolász csapatába, és kik lesznek majd ott a jövő évi A-csoport per egyes vagy egy per A-s világbajnokságon, ahol reményeink szerint ismételten kivívjuk majd a nagyokkal való játék jogát, az A-csoportos világbajnokságra való kijutás jogát. És beszélgethetünk erről a tornáról is, de talán inkább beszélünk egy picit a magyar jégkorong helyzetéről, mert egy fantasztikus sikersportágán nőtte ki magát a jégkorong, és amikor a szaporói csoda megesett, akkor Balázs még hát épp az előbb beszélgetni, még csak 10-valány éves volt. Nem tudom, hogy ti mennyire tartjátok már egy picit talán természetesnek, hogy szép lassan ti magatok is, meg a közvélemény is egy liftes csapatot vár a magyar válogatottól, miközben ahonnan elindult ez az egész történet, akkor ez még álomnak tűnt. Hát azok a játékosok, akik a idősebb magot alkotják, ők még nyitott pályán nőttek föl, tehát abban az időben volt egy kis stadionunk, talán volt egy székesfehérvári pályánk, meg volt egy dunaujvárosi pályánk. Most azért már több mint 20 pálya van Magyarországon, egyre több a játékos, aki elkezdi a jégkorongot. És ennek köszönhető ez a felemelkedés? Hát amikor te gyermekként ebbe beleszerettél, akkor ahhoz képest te is érzed és látod ezt a fajta változást? Te egyértelműen lehet látni, hogy egyre jobbak az utánpótlás válogatottak is, úgyhogy kis évről évre jobb eredményeket érnek el. Egyre több a fiatal, egyre több fiatal van külföldön is, úgyhogy egyértelműen lehet látni a fejlődést. Mondjuk én 14 éves koromban kikerültem Finnországba, úgyhogy azután annyira nem láttam bele, hogy mégis mennyit fejlődik, de lehet látni, hogy évről évre jönnek az újabb fiatal játékosok fel a felnőtt válogatottba, és nagyon jól megállják a helyüket. Akkor kicsit beszéljünk erről a tornáról, nem fájt a szíved, hogy nem léptél jégre? Kicsit nyilván keserédes azért ez a dolog, nyilván nagyon örültem, hogy a BL-be sikerült tovább jutni. Ugye nem a sérülésed miatt? Nem a sérülés, nem, hanem Bajnokok Ligája mérkőzés volt kedden hétközben. Úgyhogy úgy döntött az edzői stáb itthon is, illetve kint is, hogy a legjobb az most talán az, hogyha ezt a válogatott hetet így kihagyom. Úgyhogy nyilván hát ez keserédes dolog, pláne azért itthon játszani válogatott mezbe, úgy gondolom, hogy ez mindig egy nagyszerű érzés. Most ez így alakult, hogyha a VB-n feljutunk az A-csoportba, és ott lesz először rajta a válogatott mezbe, szerintem az se lesz probléma. Szakmai szemmel nézve, kívülről nézve a srácokat, hogy megy a játék, és mit gyakoroltak? Ezzel a két mérkőzés, ugye Kanadával játszottunk, és a lengyelekkel tegnap. Nem szeretnék szakmai szempontból itt olyan dolgokat mondani, mert én csak csapatvezető vagyok, nem edző, de jó látni azért a srácokat. Egy nagyon erős tornán veszünk most részt, és tegnap is a lengyel csapatnak abszolút ellenfelei voltunk, sőt, egyértelműen jobbak voltunk. Úgyhogy jó látni a srácokat, a fiatalok jönnek be, és abszolút beilleszkednek a csapatba, a sebesség, korcsolya, tudás, korongkezelés, mindenben ugyanott vannak, sőt. Hol helyezkedik el egyébként nemzetközi oldalról nézve, mondjuk például a finnek mit gondolnak a magyar jégkorongról, hova helyezik el a magyar jégkorongot, akár Európa, vagy akár a világéban? Nyilván eddig az A-csoportos felvételen nem tudták elhelyezni, hogy mégis mi milyenek vagyunk. Nyilván ez egy nagyon jó reklámja volt a magyar hokinak, ugye ez a Szentpétervári VB. Nyilván nagyon... A szurkolókban legerősebben. Így van, tehát mindenkinek a szurkolók vannak meg Finnországban, illetve Vajádám teljesítménye, mert a finnek szemét tényleg kivédte, még hogyha 3-0-ra ki is kaptunk. Most már ugye el tudják helyezni, és mondom tényleg Európában is egyre több fiatal van, jobb ligákban, úgyhogy nyilván ez kicsit felviszi a magyar játékosok ázsióját is. És mi a helyzet a magyarországi népszerűségével ennek a sportának? Mert ugye ezt a labdarúgóknál is sajnálatos módon tapasztaltuk, hogy amit az Európa bajnokságon mellé tett a szurkolótábor, az az őrület, ami övezte az EB-t, az aztán az EB egyre már nem tudott átcsúszni. Ez hogy van a MOL ligával, és hogy van a jégkorongban, hogy ami... Az az őrület, ami Szentpéterváron kísért titeket, az vissza tudott jönni Magyarországra? Az itt van a nagy rangodókon? Párhuzam itt is megvan, az kamion sajnos. De ez egy folyamat, szóval ezt nem lehet egyik napra a másikra elvárni, hogy egyszer csak megjelenjen 5000 ember egy csarnokban. Hát én még abban nőttem fel, hogy egy Fradi Újpest területet kívül. Igen, de például a Fehérváron ott mindig rendszeresen 3000 ember megjelenik, tehát ugyanannyi, mint a foci meccsen. De ők se egyik napról a másikra építették ezt fel, ez egy hosszú évek során egy hosszú folyamatot jelentett, amíg kialakult ez a törzsközönség. Ugye most pont Csermolász mondta azt, hogy szemmel látható a magyar jégkorongban a fejlődés. Mik ezek a pontok, amiben lehet látni? Most nem csak a létesítmények javulása vagy az utánpótlás, hanem játékban, erőben, fizikumban is, mert talán annak idején még Kercsokék mondták, hogy hát a magyar korongosok nem tudnak hátrafelé korcsolyázni. Gondolom, ma már nem ilyen problémákkal kell megküzdeni. Nem gondolom, hogy ilyen problémák lenne. Hát úgy gondolom, hogy a játék minden területen fejlődünk mi is. Ugye tényleg jövünk felfelé, ez ugye mutatja a tavalyi A-csoportos VB.
hogy tényleg technikailag, illetve nyilván az itthoni edzőképzés is rengeteget javult, úgy érzem, illetve a körülmények, úgyhogy nyilván ez azért nagyon sokat segít, hogy utánpótláskortól ezek a gyerekek olyan szinten tudjanak fejlődni, mint például kint egy jobb, mélykorongos ország, mint Finnország vagy Svédország, úgyhogy... De van még azért ahhoz, hogy fix liftes csapat legyünk, ahhoz még mindig gondolkodnunk kell külföldiek honosításában? Vagy már meg tudunk állni csak az előbb említett utánpótlásból érkező játékosokkal? A Jégkorong Szövetség elnökség hozott egy ilyen döntést, hogy maximum 5 nem Magyarországon felnövekedett játékos játszon a válogatottban. És nem árt, a magyar neve van azért. Az se árt, igen. A Dudásnak hívják például. Például a Dudás, igen, vagy Orbán néven, igen. De szerintem a magyar utánpótlásunk most már lesz olyan erős, hogy fel tudjuk tölteni a keretet. Egyébként a tegnapi nap egy nagyon sikeres nap volt a magyar jégkorong szempontjából. U16-os, az U18-as, az U20-as és a felnőtt csapatunk is nyert különböző helyeken. Gratulálok, és ezek a kis apró sikerek, ezek kikövezhetik egyébként a játékosoknak az útját, akár a Finn ligába, akár Német ligába, vagy... Uram, bocsánat, esetlegesen az NHL-be. Tehát ma már ez egy teljesen elfogadható és felépíthető karriert jelenthet valakinek, mert annak idején hát Szuperlev és a többiek ez egy-egy ilyen olyan történet volt, amit nem is nagyon tudtunk elhinni, és aztán most meg már látjuk, hogy rendre játszanak nagyligákban is magyar játékosok. Levi nagyon fiatalon kikerült külföldre, tehát ő szerintem nem is a magyar jégkorongból került oda ki, de Vaj Ádám példája nagyon jó lehet a fiatalok előtt. Mi ennek az útja, és mekkora különbséget látsz te felfedezni mondjuk a MOL Liga, aztán az EBL, és aztán pedig mondjuk a Finn Liga között? Nagyon nehéz lenne nekem megmondani, mivel soha értem, nem játszottam a MOL Ligába, sem az EBL-ben. De látni látod. És hát igen, néha-néha belenézek, de azért nagyon nehéz lenne egy kívülről megítélni, hogy milyen különbségek vannak. Nyilván van egy minimális sebességkülönbség, nyilván gondolkodásban. Mármint a jégen hozott döntések, ugye nyilván kicsit gyorsabban történnek kint, kicsit kevesebb a terület, de úgy érzem, hogy a MOL Liga is egyre jobb, és egyre jobb csapatok vannak, egyre jobb játékosok, ami nyilván segíti a magyar hokinek is a fellendülését, úgyhogy remélhetőleg ez a folyamat folytatódni fog, és Magyarországon is egyre több jó játékos lesz, ami nyilván ahhoz fog vezetni, hogy a válogatott is egy úgymond liftező csapat tudna. Akkor beszéljünk a jövő évben. Az oroszoknál lesz ez Ukrajnában lesz ugye ez az egyperás. Divízió egyperás világbajnokság, onnan szeretnénk feljutni. Hát, hogy az ellenfeleket nézzük, Kazasztán, Lengyelország, Ausztria, Dél-Korea, Ukrajna. Nem egy egyszerű történet. Ebből az első helyezett megy föl? Vagy első kettő. Hát azért ott vannak a kazakok, ott vannak a lengyelek, ott vannak az ukránok, ebből azért nehéz lesz. Korea is nehéz. De itt nincs könnyű? Nincs könnyű ellenfél szerintem. Nagyon egyben van ez az egész csapat vagy csoport. És akkor innen kellene feljutnunk, ez a célkitűzés. De én úgy gondolom, hogy ez sikerülhet. Amikor mi kiutaztunk Lengyelországba, akkor sem hiszem, hogy bárki gondolta volna, hogy feljutást lesz. Sőt, szerintem a legtöbben abban reménykedtek, hogy csak ne essünk ki, és sikerült egy olyan eredményt elérni, amivel megmutattuk, hogy azért a magyar válogatott is egy nagyon, nagyon erős válogatott tud lenni. Remélhetőleg ez jövő évi VB-n is ugyanígy lesz, és sikerül elérni, ami tavaly, vagy azt mondták akkor, hogy csoda volt, szerintem inkább az egy nagyon jó teljesítmény volt, mert tényleg egy jó csapatunk volt. Igen, a szaporói az talán inkább egy csoda kategória. Úgy gondolom, hogy a krakkói az már nem ez volt, és úgy érzem, hogy jövő évi kievi VB-n, hogyha sikerül feljutni, akkor az sem lesz csoda. És a csapatnak a magjához föl lehet húzni a többieket is? Tehát van egy erős, tehát ugye neked sem kell, mert nagyon harcolod azért, hogy csapatba került, tehát az, hogy most kimaradt ez a felkészülési torna, ez nem jelent problémát hát, majd a válogatónál. Egy játékos azért így nem állhat hozzá, hogy biztos helye van a csapatban, úgyhogy tényleg rengeteg sok jó játékosunk van, az is mutatja, hogy a tavalyi VB előtt ugye 90 játékos volt behívva, ebből 20 plusz 3 vagy 20 plusz 2 utazott. Tehát tényleg nem mehet senki úgy oda, pláne egy válogatotthoz, meg semmilyen más csapathoz, hogy itt biztos helyen van. Jó, akkor kérdezzem inkább arról az oldalról, nem természetesen, persze, hogy nem fogod azt mondani, hogy hát kérem szépen nekem jár az a trikó, de azért más ligában, gyorsabb ligában játszó játékosokat a MOL ligás játékosokkal jégre küldve azért őket fel kell húzni, vagy a válogatott, mint olyan, az egy extra teljesítményképes belőlük kihozni?
Én úgy érzem, hogy igen, tehát tényleg attól függetlenül, valaki Molligába jött, vagy ebből tényleg mi egy csapatot képzünk, tehát próbáljuk egymást segíteni a jégen és azon kívül is. Tehát az, hogy ki milyen bajnokságból érkezik, adott esetben az annyit nem számít. Az a lényeg, hogy a csapat tényleg jól tudjon együtt működni. Ezt hozzáadódnak azok a játékosok, akik mondjuk az első két sorba gólokat lőnek, és azok is, akik mondjuk a harmadik negyedikben levédekezik az ellenfél legjobb sorait. Úgyhogy ez egy komplex. Most bemutatjuk neked a Molligát, mert eddig nem nagyon tudtad figyelni, ugye megváltozott a lebonyolítási rendszer. Most 40, nem is tudom hány mérkőzés van az alapszakaszban, rengeteg utazás, hát amikor épp egy csapat kiutazik Romániába, akkor beutazza egész Transzilvániát és Erdélyt, és akkor nem is tudom, Galacig el kell jutni valahogy. Emelkedett a színvonal tavaly óta? Lehet azt érezni, hogy... Határozott kijelenthetjük, hogy emelkedett, igen. De továbbra is ugyanaz a két csapat verseny az első hely. Ugye volt az elején a Fradinak egy nagyon jó indulás, akkor a fradisták azt hitték, hogy itt majd valami történt, de aztán helyreállt a rend, és a Mac és a Dac dolgozik továbbra is elő. Hát elindult a belgrádi csapat is a Molligába, ők eleinte nem sok jó eredményt értek el, de most már ők is nyertek mérkőzést, tehát szintén azt kell, hogy mondjam, nagyon egyben van a mezőny. Valóban kicsit kiemelkedik a Mac és a Diósgyőri csapat, de a többiek is nagyon jó játékerőt képviselnek. De mintha a tavalyi bajnoki cím után annak ellenére, vagy talán azzal együtt, mintha megváltoztatták volna a csapatokat, miért kellett, vagy mi volt ennek a motivációja, hogy új csapatokat építettek? Hát a játékosok változnak? Igen. Hát az összes csapat menedzsmentje úgy dönt, ahogy dönt. Mindig próbálják a legjobb játékosokat elhozni. Meghatározza a költségvetési keret is a lehetőségeket. Mindenki nyerni akar. És a szövetség és a klubok közti együttműködés például egy ilyen tornán az hogy működik? Tehát Csermon ez a fő góré? Mint ahogy a labdarúgásban látjuk, hogy azért van egy irányvonal, ez a német vonal, Storkféle elképzelés, és akkor megpróbálják a klubokkal is úgy felvenni a kapcsolatot, hogy lehetőleg ebben a vonalban álljanak mind a képzést illetőleg, mint pedig a versenyeztetést illetőleg. Hát ugye Csermon úr megkapta ezt a feladatot, és megkapta a hatásköröket is hozzá. Természetesen van kapcsolat a klubok és a válogatott között, de ahogy megkaptuk a játékosokat, ott onnantól már ő irányítja. És akkor hogy néz ki a magyar jégkorong válogatottnak az útja erre az ukrajnai 1x divíziós világbajnokságra? Tehát azért most télen egy picit illene pihenni, de jégkorongban nem mindig jön össze. Hát nem, tényleg nem igazán. Ugye most, hogyha csak a Molligáról beszéltünk, akkor a finális osztályban 60 alapszakasz meccs, ha most ez még pluszba hozzájönnek a BL meccsek. Tehát aminek örülünk ugyan, de mégis csak örülünk, igen. De hát ha nem lenne BL meccs, akkor most itt lenne 4 válogatott meccsem, úgyhogy tényleg azért nincs meccs hiányom, hogyha lehet így fogalmazni, hogy mi vezethet, még lesz egy koreai négy nemzet torna. Utána pedig egyből ugye jön a VB felkészülés, úgyhogy olyan nagyon sok időnk már nincs együtt, de úgy gondolom, hogy... Mikor lesz április? A világbajnokság. És arra hogy néz ki egy ilyen felkészülés? Akkor a csapatot összerántja a kapitány? Körülbelül 2 hétig készülünk rá. És az elegendő? Összecsiszolódni? Krakko előtt elegendő volt, úgyhogy bízunk ebben. De akkor pont attól féltünk, hogy rövid lesz Krakko előtt. Attól féltünk, igen, de ez kicsit függ a csapattól is, hogy tudnak a játékosok egymáshoz alkalmazkodni ilyen rövid időn belül. Úgyhogy ebbe tényleg mindenkinek bele kell állni, el kell fogadni azt a rá kiosztott posztot, amit neki adnak, és tényleg azt el kell fogadni, és mindent szakszerzőket kiadni. Ugye Szentpéterváron egy fantasztikus élménnyel lettünk gazdagabbak, másodszor is ott volt a magyar jégkorong válogatott a legjobbak mezőnyében, és nagyon-nagyon reménykedtünk a csodában. Csoda lenne még az, hogy ne már csak liftes csapatnak hívjuk, vagy egyelőre még reménykedjünk abban, hogy rendszeresen fel tudunk majd jutni, és ha egyszer sikerült tényleg megragadni a nagyok között, akkor ahhoz mi kellene? Vagy mi az a pici, ami még esetlegesen hiányzik? Különböző, hogy a realitás most egyértelműen az, hogy mi most visszajussunk, az tényleg csoda lett volna tavaly, hogyha bennmaradunk. Tehát közel voltunk nagyon hozzá, közel. Igen, de itt azért nem szabad a franciákat okolni, azért mi kiestünk, ugye sokan őket okolták, hogy hát kaptak az utolsó meccsen. Hát nem volt szép, azért valljuk be. Nem, tényleg. De úgy gondolom, hogy tényleg még picit talán messze vagyunk attól, hogy mi egy folyam vagy egy állandó alcsoportos csapat legyünk. Most először el kell érni arra a szintre, hogy liftezni tudjunk, aztán hát ahogy jönnek fel a fiatalok és jobb lesz a magyar hoki, úgy már reménykedtünk abban, hogy meg tudunk ott ragadni. Fizikumban vagyunk még mögöttük egy picit?
Fizikumban nem hiszem. Nem hiszem, hogy itt a fizikum lenne. Itt azért ez, a hokiban azért nagyon sok apró dolgon alapszik egy ilyen dolog, úgyhogy hát még nem is talán, hát a tudás rész is egy kicsit, a sebesség, ezek a dolgok. Azért tényleg itt attól függetlenül, hogy vannak játékosaink jó ligákban, még azért a többség így se játszik olyan szinten, mint mondjuk egy csoportos válogatott magja. Tehát most, hogyha megnézünk egy finn, kanadai, amerikai csapatot, akik jönnek az NHL-ből, KHL-ből, azért nyilván nehéz lesz, nehéz összehasonlítani. Tehát szívvel ki tudunk brusztolni egy 3-0-es finn meccset, de hogyha a játék alapján megnézzük, akkor azért még nagyon messze vagyunk. Balázs Lajos, köszönjük szépen, és sok sikert neked, jó utat vissza Finnországba, és hát szurkolunk a magyar jégkorong válogatottnak.